Köszöntöm nézőinket! Önök a Dunajváros Televízió Mozaik című magazinját látják. Tartsanak velünk! Megnyitották a Pentelei Mentál Higién és Általános Iskola, Szakképzőiskola és Gimnázium vadonatúj tanétterem tankonyháját péntek délelőtt. Az eseményen Káló Gergely, országgyűlési képviselő és Barta Endre, humánügyekért felelős alpolgármester is részt vettek. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Pentelei Mentál Higién és Általános Iskola, Szakképzőiskola és Gimnázium. Február 5-én, pénteken megnyitották az intézmény tanéttermét, tankonyháját, amely nagy segítség lesz a szakács, cukrász és vendéglátó képzéseken tanulóknak. Ezzel, hogy egy ennyire jól felszerelt tankonyhát sikerült megvalósítani, ezzel, és hogy házon belül is van, én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek ez sokkal nagyobb biztonságot fog nyújtani. Az ő nehézségeiknek, igényeiknek megfelelően fogjuk tudni tervezni, szervezni a szakképzés számukra. Illetve egy nagy, újabb nagy kalandba kezd az iskola. Az alapítványa révén az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás irányában szeretnénk nagyobb utat bejárni, és egy konferenciát tervezünk ezzel a témával kapcsolatban, és azt gondoltuk, hogy nagyon jó kiegészítő tevékenysége lehet, hogy itt a tankonyhában lehet speciális étrenddel kapcsolatos tanfolyamokat tartani, főző tanfolyamokat tartani. Braun Edit, a Zöld Kakas Liceum Kft. Ügyvezetője, a gyakorlati képzésekért felelős tanműhely vezető ismertette a kialakított helyiségeket. Az eredeti terveket sikerült megvalósítani, szinte teljes mértékben, sőt, sikerült kiegészítenünk még egy-két nagyon jó ötlettel, amik a mindennapokat fogják megkönnyíteni a gyerekek részére. Jelenleg itt, ahol most állunk, ez a pincéreknek lesz a tankonyha része, ők itt fognak elsősorban tanulni. Jobbra mellettünk van az igazi nagy tankonyha, ahol a szakácsok, a fogadósok és a cukrászok, meg a kistermelők fogják az élelmiszerkészítési gyakorlatot tanulni, és akkor ehhez a tankonyha részhez még tartozik egy pihenő, ahol akár elméleti oktatást is kaphatnak a gyerekek, és tartozik egy öltöző mosdóval. Barta Endre, humánügyekért felelős alpolgármester elmondta, az iskolában kiemelkedő munkát végeznek a pedagógusok és a munkatársak. Elárulta, hogy Káló Gergely országgyűlési képviselő az Arany iránytű programot felterjesztette a Dunajvárosi Értéktárba. Mindenképp kiemelendő, illetve értékelendő, hogy nem állnak meg most itt egy ilyen nagyon fontos mérföldkőnél, ha már következő és következő lépésekben gondolkoznak. Ez is azt mutatja, hogy van érdeme ennek a munkának, amit folyik. És hogy országgyűlési képviselő úr is észrevette ezt, illetve már régóta figyeli az itt folyó munkát. A tegnapi napon az egyik programokat, az Arany iránytű programot felterjesztette a helyi értéktárba, és az újonnan majd összeülő bizottságunk ezt tárgyalni fogja. Én azt gondolom, hogy ez is példaértékű lehet majd. A tanétteremben és tankonyhában tehát a mai kornak megfelelő vadonatúj sütő és főzőeszközökkel sajátíthatják el a diákok a magas szintű szakmai tudást. A héten az egészségházba látogatott el stábunk, hogy dokumentáljuk, hogyan történik a vérből kimutatott IgM per IgG teszt. A vizsgálat nem csak az aktuális fertőzöttséget mutatja ki, hanem arra is választat, hogy a személy átesette már a fertőzésen, és most védettséget élvez. Erről dr. Kemény János adott bővebb felvilágosítást stábunknak. Dunaújváros egészségházába érkezett riporterünk az előzetesen lefoglalt időpontjára, hogy elvégezzék a vérből kimutatható IgM-IgG tesztet, ami nem csak az aktuális fertőzöttséget, hanem a vírus utáni esetleges védettséget is kimutatja. Az adatlap kitöltése után és a fertőtlenítő kézmosást követően részletes felvilágosítást kap a páciens a folyamatról. Le van rajzolva, hogyha egy csík jelenik meg, akkor negatív, akkor nem esett át a koronavíruson, de nem is fertőz. Hogyha a fönt, illetve lent jelenik meg csík, tehát a kontrollnál és az IgM-nél, akkor frissen koronavírusos, esetleg úgy, hogy nincs is panasza, vagy csak nagyon minimális panasz, megfázásos szerű, vagy szaglás elvesztés, mindenkinek más jellegű a panasza. Hogyha három csík jelenik meg, akkor elkezdődött már az ellenanyag képződés a szervezetébe, de még fertőzheti a környezetét, és hogyha fönt, illetve középen itt az IgG-nél jelenik meg csík, akkor lezajlott a koronavírus, átesett
a fertőzésen fél évig védettséget ad. Itt most tetszik látni, hogy a C betűnél, a kontrollnál megjelent egy csík, innentől számítva 10 perc múlva lesz az eredmény, úgyhogy mi elindítjuk az órát, és akkor 10 perc múlva meg tudom mondani az eredményt. Dr. Kemény János kiemelte a tesztek fontosságát, és részletesebben elmagyarázta a vizsgálatot. Alapvetően a tesztek azért jók, mert ha azt nézzük, hogy éppen betege valaki, és kiderül, akkor őt el lehet különíteni, ugye karanténba megy, és sokkal kisebb a veszélye annak, hogy a ezekben a napokban bárkinek átadja a betegséget. Ez egy fontos dolog megelőzésként. Más kérdés, hogy olyan tömegű pozitív volt egy időben, hogy ezt nagyon nehéz volt ténylegesen foganatosítani. A másik része a tesztnek, az ez volt az IgM. A másik része az IgG, az az ellenanyagot mutatja, ami azoknál van, akik keresztül mentek a betegségen. Tehát azt bizonyítja, hogy keresztül ment már a betegségen. De azt is tudjuk most már, hogy ez a betegség, a COVID nem csinál, vagy nem mindenkinél csinál komoly tartós védettséget, de ha van, akkor az nagyon jó. Nekem például, hála Istennek, nagyon jó védettségem van, miután átvészeltem a COVID-ot. Tehát tesztelem magam két hetenként. Kíváncsi vagyok, meddig tart. Tehát ez az egyik típusú teszt. A másik típusú teszt az az antigénteszt, amit hivatalosan is elfogadnak. Szökellek egy kicsit, az előbbi az vérből. Újat szúrunk meg, két csepp vért a teszt csíkra, illetve a tesztre ráteszünk, és néhány perc után látni, hogy esetleg van-e most betegsége, benne van-e a COVID-ban, vagy keresztül ment-e rajta. A másik teszt az az antigénteszt, amit hivatalosan elfogadnak, egyel alacsonyabb szintű és pontosságú, mint a PCR, az pedig torok vagy orrváladékból történik a vizsgálat. Kicsit kellemetlen egyébként mind a kettő, de én csináltam magamnak többször is, egészen könnyen túlélhető, kicsit megkönnyezteti az embert. Ez pedig azt mutatja ki, hogy a vizsgálat időpontjában valaki COVID-fertőzött-e. Dr. Kemény János elmondta, többnyire tisztában vannak az emberek a COVID-tesztekkel. Azt hiszem, tudnak már róla. Tehát az újságok, a kommunikáció az viszi a hírt, hogy tesztek vannak. Van, aki szükségesnek tartja, van, aki nem tartja szükségesnek. Vannak intézmények, akik leszűretik rendszeresen a dolgozóikat, mert biztonságban szeretnék őket tudni. Van, akik ettől nagyon félnek, hiszen ha kiderül, akkor intézkedni kell, és esetleg be is zárják esetleg a műhelyeket, vagy a céget. Ez nem gyakori szerencsére. Inkább az a kérdés, hogy miért jönnek teszteltetni, vagy miért csináltatnak tesztet. Most nagyon sokan azért, mert külföldön dolgoznak, vagy külföldre szeretnének menni, ez most nem könnyű, és szeretnének biztosak lenni benne, hogy most nem betegek. Azok, akik úgy gondolják, hogy keresztül mentek rajta, hiszen ez a betegség nagyon sokszor tünetmentesen, vagy nagyon kevés tünettel jön, és általánosak a tünetek eltekintve a szaglás, ízérzés kimaradástól, ami szintén messze nem mindenkinél van, azok szeretnék tudni, hogy vajon amit ők annak gondoltak, az COVID volt-e. Munkatársunk Víg Dániel szerencsére negatív eredményt produkált. Mint mondta, a vírus megjelenése óta nem tapasztalt magán semmilyen tünetet, így a teszt azt is kimutatta, hogy riporterünk még nem esett át a fertőzésen. Víg Dániel azt mondta, kellemesen zajlott számára a vizsgálat teljes folyamata az egészségházban. Figyeltek minden egészségügyi eljárásnak a betartására, tehát nem topzódtak az emberek, egyenként mentek be a páciensek, előtte ugye teljes kézfertőtlenítés van, nem érhettem hozzá, utána azzal a kezemben semmi szóval egy steril kéz volt. Innen aztán egy újból egy vércseppet vettek, és egy ilyen nagyon kis picike, kis gyufásdoboz méretű eszközbe cseppentették a vért, és így nézték meg az eredményt.
Kollégánk a 823. tesztelő volt az egészségházban, és mint megtudtuk, az intézmény statisztikája szerint az IgM vizsgálat alapján a tesztelő 2,3%-a lett pozitív, míg az IgG ellenanyag vizsgálaton az összes résztvevő 3,77%-a mutatott pozitív eredményt. A vérből végzett koronavírus tesztre előzetesen kell időpontot foglalni, és mindössze 20 percet vesz igénybe a vizsgálat. Az ISD Dunafer ZRT biztonsági szakértője Juhász Ferenc már 13 éve dolgozik a vasműben. Munkája és családja mellett két hobbiára, a harmonikázásra és a csillagászatra is sok időt fordít. Az elkövetkező percekben Juhász Ferenc portréjának 2019-es összeállítását láthatják. Hát igen, erről nincsen adatunk. Hát, hogy aztán ez itt van-e vagy nem, ez még akkor lett írva. A Biztonsági és Védelmi Igazgatóságon végzi munkáját Juhász Ferenc, jelenleg mint biztonsági tanácsadó. Pályafutását rendőrként kezdte, 2001 és 2006 között Dunajváros rendőrkapitánya volt. 5 diplomát szerzett. 13 éve került a Dunaferhez, azóta több pozíciót is betöltött már a vállalatnál. Középiskolai tanulmányokkal kezdtem, gimnáziumba végeztem, én úgy gondolom, hogy egy jó hírű gimnáziumban, Nagykőrösre kerültem. Majd utána sors úgy hozta, hogy rendőr lettem, vágyam volt, tehát én fordítva kezdtem, tehát nem először az egyetemet végeztem, hanem először rendőr lettem, és a munkavégzés közben szereztem meg a végzettségemet, amik szerintem kapcsolódtak a munkához, tehát a rendőrtiszti főiskola, külföld, akkor jogi egyetem, államigazgatási főiskola, menedzser szakmérnöki végzettség, illetőleg itt a Dunaújvárosi Főiskolán informatikai mérnök lettem, akkor még úgy hívták, hogy szervezőmérnök. Tehát ezek a rendőri korszakomban történt, különböző helyeken dolgoztam, aztán a sors úgy hozta, de mindig szerettem a kihívásokat, hogy kipróbáljam magam, hogy milyen az élet a rendőrségen kívül, és valahogy a csillagok állása is azt mutatta, meg kerestek is, és akkor 13 éve úgy döntöttem, hogy eljövök a Dunaferhez dolgozni, amit nem bántam meg. Különböző beosztásokban dolgoztam, itt kihívások voltak itt is, hiszen azért a civil élet az más, mint a rendőr élet. És jelenleg is itt vagyok, jelenleg biztonsági tanácsadóként dolgozom, előtte különböző főosztályvezető, igazgatói beosztásokban dolgoztam, de mind kapcsolódott a biztonsághoz, tehát a vagyonvédelem, rendészet, tűzoltóság, polgári védelem, katasztrófa védelem. Az én munkaköröm viszonylag szabad, hiszen biztonsági tanácsadóként dolgozom, ez azt jelenti, hogy az igazgatót, főosztályvezetőt megtámogatom szakmailag, tehát jelentéseket készítek, szerződéseket előkészítek, véleményezek, különböző szakmai problémákat együtt próbálunk megoldani, tehát most már azért ezek a napi dolgok, hogy valaki beteg, kiesik, tehát ezektől azért mentesültem már, tehát ebből áll tulajdonképpen a napom. Juhász Ferenc egyik hobbija a zenélés. Gyermekkorában a nagyapjától kapott egy harmonikát, majd zeneiskolába is járt. Eleinte csak magának és a barátoknak játszott, azonban másfél évvel ezelőtt a Tataminek együtteshez kapott meghívást. Nagyon boldog vagyok, hogy amikor kisgyerek voltam, és általános iskolába jártam, akkor alakult meg azon a településen a zeneiskola egy volt tanáromnak az indítatására, és akkor bár hangszert nem választhattam, hanem a nagyapám eldöntött, hogy harmonikát vásárol nekem, de nem bántam meg, mert egy olyan világot ismert meg az ember, ami egy akkori időkben egy pici faluban szinte nem is volt lehetőség kitörni. Nagyon jó csapat volt, ma is vannak, akikkel együtt kezdtem, ma is vannak színészek, akik Budapesten vannak, tehát a zene az összekötött. Igaz, hogy zenész egyikünk sem lett, tehát profi zenész úgy értem, tehát egyikünk sem lett, viszont a zene szeretet az a mai napig megvan. Kisebb-nagyobb sikerrel azért játszik az ember otthon, baráti körben alapvetően magamnak,
és olyan jó másfél éve úgy alakult a dolog, hogy a baráti körben jelezték, hogyha valaki föl akar lépni, idézőjelbe föllépni, akkor lehetőséget adnak a munkásművelődési központban. És akkor így elmentem, fölléptünk, én is közte, és akkor a végén az egyik helyi együttes, szintén amatőrökből áll, szólt, hogy mi lenne, ha néhány dalt játszanék, ami kapcsolódik a hangszerhez, és akkor azóta ez az együttműködésünk tart, mondom, egy másfél-két éve. Ferenc másik hobbija a csillagászat. Régóta érdeklődik a csillagok, az univerzum iránt, néhány évvel ezelőtt elvégezte a csillagászati alapismereti szakot is. Emellett pedig tagja a Dunajvárosi Amatőr Csillagász Egyesületnek is, amely rendszeresen tart találkozókat, foglalkozásokat. Az ELTÉ-n lehetőséget adtak arra, hogy mivel ez nem osztott képzés, akiknek műszaki diplomájuk van, akkor gyakorlatilag egy csillagászati alapképzést indítanak, és utána lehet a mesterképzésre menni. Na, én ezt elvégeztem, nem akartam mesterképzésre menni, mert akkor már 50 év fölött voltam. És elvégeztem, és akkor azokat az ismereteket beleöntötték a fejembe, amik én úgy gondolom, hogy mindenképpen kellenek. Kapcsolatom az ma is tart a csillagászattal, főleg a dunaújvárosiakkal van egy csillagászati egyesület. Hát ott szoktunk találkozni, közben az évek során különböző távcsöveket vásároltam, különböző célokra, és elsősorban a vizuális csillagászat érdekel, tehát hogy saját szemmel meggyőződhetek róla, hogy mit látok, de mivel a nagy távolságok vannak, ezért elmozdultam a fotografikus csillagászat felé, ez türelem kell, jó technika kell. A munka és a hobbik összeegyeztetése nem kis feladat, de Ferenc mindenképpen szán időt a számára fontos dolgokra. A csillagászat az viszonylag könnyű abban az értelemben, hogy azért a kivéve a napot nézzük, azt nyilván nappal nézi az ember, de alapvetően éjszaka történik, és akkor a család alszik, tehát ezzel különösebb ról nincs. Viszont hát fél éjszaka rámegy, tehát általában olyan napokat kell választani, vagy olyan napokat célszerű választani, amikor utána tud pihenni az ember, mert azért egy éjszakás kint lévőség után nagyon nehéz úgy tenni, hogy kipihenten dolgozni megy az ember. Tehát ez, én úgy gondolom, ez korrekt, tehát ezzel gond nincs. A harmonika az már rizikósabb, mert minél kisebb lakása van az embernek, annál nagyobb a hangerő, de azért viszonylag nagy lakásunk van, és így megoldható az, hogyha nem is akkora intenzitással, de a gyakorlatokat az egyik szobában elvégzem, és kellő távolságra van a család, úgyhogy ez szerintem megoldható. Meg azért a feleség részéről tolerancia is van, meg azért a zeneszeretet nála is ott van. A zene és a csillagászat meghatározza Ferenc életét. A lelkesedés, a hobbik iránti szeretete megmutatkozik akkor is, ha a harmonikát vagy a távcsövet tartja a kezében. Igen, igen, igen. A következőkben az Ormos Intézet összeállítását láthatják. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Üdvözlök mindenkit! Sarokcsontfájdalom. Ugye sokszor van az, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj, fáj a lábam, fáj a lábfejem, de mi is ez a sarokcsont pontosan? A sarokcsont az konkrétan először érkezik a földre. Ez azt, egy csont, ez konkrétan tényleg egy csont, azt ütjük oda először, ott indul el a gördülés a lépésnél. Nagyon nagy terhelésnek van általában kitéve, és nagyon sokszor fájdalmassá is válik. Tehát előfordul az, hogy mondjuk ortopéd sebészeti szakrendelésen a betegek kétharmada azzal jön, hogy sarokcsont fájdalma van. És hát akkor ilyen olyan megoldásokhoz kell folyamodni, hiszen az illető nem tud járni. Minden egyes lépésnél ez a fájdalom ezt tudott magáról, és őszintén szóval az őrületbe kergeti a betegeket. Tehát ezen nem segít az ortopéd cipő, nem segít rajta a talpbetét, ez nem fog visszamenni az a csont. Hát ugye azt meg kell tudni mondani, hogy mi vezetett oda, hogy az illetőnek ez a fájdalma kialakult, illetve mi van a háttérben. Tehát hogyha látjuk azt, hogy mondjuk a lábnak a boltozati rendszere
hát finoman szóval nem úgy áll, hogy azt a jó Isten megteremtette volna, tehát mondjuk magasabban van az a boltozat, vagy teljesen lesüllyedt az a boltozat, vagy egyébként a bokája, az kifele fordul, befele fordul, valami tengelyeltérése van, vagy az illető tett azért, hogy ez kialakuljon, mert mondjuk az elmúlt 20 évét magas sarkú cipőbe töltötte, akkor valószínűleg előbb-utóbb ilyen panasza lesz. Most én magas sarkú cipőben vagyok, doktor úr, és nagyon fáj a lábam. Előbb-utóbb, igen, ez borítékolható. Borítékolható igen. A fájdalom, vagy a sarokcsont hát probléma kialakulása? A fájdalom az mindenképpen, most, hogy a láb hol kezd el fájni, az ugye változatos tud lenni, hogyha valaki nem úgy terheli a sarokcsontját, ahogy kell, most maradjunk a sarokcsontnál, akkor a sarokcsontnak jellegzetes területeik lesznek előbb-utóbb fájdalmasak. Nagyon jellegzetesen vagy a sarokcsont alsó része, ahol a talpélemez becsatlakozik, illetve amit leüt az illető a földre, vagy ahol a, hát egy viszonylag nagy ín, az Achilles-ín, ez mindenki ki tudja magának tapintani, tulajdonképpen a boka mögött hátul a vádli, ahogy csatlakozik a sarokcsonthoz, annak az ínnak a területe lehet még fájdalmas. Hát mind a kettő elég kellemetlen, és mind a kettővel elég nehezen lehet elboldogulni. Mitől van a fájdalom? Az már egyfajta torzulást jelez, ez a sarkantyú kialakulása? A fájdalom az igazándiból egy mechanikus eredetű túlterhelés, és ennek a következményei. A sarokcsont sarkantyú, amit egyébként ilyenkor általában szoktunk tudni röntgennel igazolni, hogy ott van. Az már egy ilyen kis kinövés? Az egy kis kinövés, így van, és az már egy következménye ennek az egésznek. Tehát ott a csont valami miatt olyan ingereket kap, hogy ott egy fokozott csontosodás indul be, és emiatt lesz egy kinövés. Az esetek egy részében a sarokcsont sarkantyú maga, ami fájdalmas, az esetek másik részében pedig a sarokcsont sarkantyú csak amiatt az előbb említett folyamat miatt alakul ki, de igazándiból nem az a fájdalmas, hanem a csonthártya, a talpilemez, az alatta futó idegek például. Most ezeken egyébként minden lehet segíteni, nyilván fizikoterápiára szükség van, megfelelő lábbelére szükség van, talbetétre szükség van. De az, hogy a fájdalom elmúljon, és ez az egész terület megnyugodjon, ahhoz van egy külön kezelés, amit ebbe az esetben beszoktunk vetni. De mi ez a kezelés? Hát ez a kezelés, ez egy kombinált kezelés. Egy lézerrel, illetve egy nagyon hideg nitrogénpárás hűtéssel, fagyasztással jár a dolog. Ez kifejezetten a fájdalomra van, vagy magára a problémára? Ez kifejezetten a sarokcsont fájdalomra van. A lézert egyébként szoktuk tudni alkalmazni nagyon sok más területen is. Itt azt használjuk ki, hogy a lézer nyalábnak a hullámhossza, intenzitása úgy van kitalálva, hogy nem nyelődik el a bőrben, hanem behatod elég mélyre. Most, hogyha a mélyben lévő szövetekkel, fájdalmas szövetekkel én hőt közlök, akkor ezek a szövetek, ezek fizikai módosulásokon mennek keresztül, lazul az egész plusz. A másik dolog, amit ilyenkor kihasználunk, az az, hogy azt a fájdalmas gyulladásos folyamatot, ami ilyenkor tényleg a panaszokat okozza, azokat is lehet hővel befolyásolni, tehát itt ezt az egész területet egy kicsit megnyugtatjuk, egy kicsit ellazítjuk, majd ezt követően egy viszonylag nagy hűtés következik, ami pedig azoknak az idegrostoknak a működését blokkolja, amik aztán a fájdalom tudatosulásáért végül is felelősek lesznek. Tehát nagyon sok ponton lehet ebbe az egészbe ezzel beavatkozni. Tehát lézer és hűtés egyben. Igen. Mennyi időre segít ez, hogyha beveszek egy fájdalomcsillapítót, akkor az pár órára hat, ezzel szemben milyen sokáig elég? A tapasztalat az, hogy fájdalomcsillapító szájon keresztül sarokcsont fájdalomra azért annyira inkább nem szeret hatni. Nem is hat rá? Nem olyan hatékony. A krémek, kenőcsök szintén nem szoktak olyan nagyon hatékonyak lenni, illetve a betegek általában nem ismerik fel, hogy mik azok a torzulások, mik azok az életmódbeli eltérések, amik meg a panaszai kialakulásához vezetnek. Most erre nyilván föl kell hívjuk a figyelmet. Tehát, hogyha valaki nem megfelelő lábbelit használ, megint csak nagyon el van hízva, úgy terhel a lábát, kedves elrámutatott, hogy valaki nem megfelelő lábbelit használ. Igen. akkor látjuk azt, hogy ez előbb-utóbb panaszokat fog csinálni, és akkor meg tudjuk mondani, hogy hát ezt nem feltétlenül így kéne. Az egy dolog, hogyha az illető ezeket betartja, és sikerül elmulatni a fájdalmát, akkor onnantól kezdve a panaszai azok hosszú távra megoldódtak. Ha csak annyiról van szó, hogy a panaszokat sikerül elmulasztani, de nem változik semmi más, akkor nyilván vissza fognak térni ezek a dolgok. Illetve egy dolog van, ami még nagyon makacs tud lenni, hogyha valaki éveken keresztül nem foglalkozik ezzel az egésszel. Tehát néha fájdogál, kellemetlen, igen. Majd túl leszek rajta, és aztán egyszer csak elhatalmasodik a probléma. Próbáltam már ezt is, próbáltam már azt is, semmi nem vált be, akkor ott általában nehezebben lehet mozdítani a dolgon. Azt el lehet mondani, hogy akkor is általában azért valamekkora mozdulás van. Kevés azoknak a betegeknek az aránya, akik semmiféleképpen nem reagálnak erre a kezelésre. Azt tudnám mondani, hogy egy 85% az, aki pozitívan reagál az egészre.
Van mondjuk egy 10%, aki reagál rá valahogy, de mondjuk nem lesz panaszmentes, és lesz egy 5%, aki nem fog rá reagálni, ezt előre nem fogjuk tudni megmondani, de azt hiszem, hogy ha az ember összeveti egy haszon-rizikó arányát tekintve ezt a kezelést, átgondolja, akkor azt hiszem, hogy érdemes belevágni, hiszen jó eséllyel egyébként reagálni fognak erre a kezelésre. Hány alkalmas kezelés szükséges? Hát általában 3-at szoktunk kezelni, lehet többet is. Igazából annyiszor kezelünk, amennyiszor az illető akarja, de hát a panaszoktól függ nagyjából a történet. Tehát, hogyha egyszerre próbáljuk megoldani, mind az okokat kizárni, segíteni a betegnek a gyógyulásban, plusz egy ilyen lézeres és fagyasztásos bizony technológia, együtt, ami magukat a tüneteket segíti, hogy kevésbé fájnál, akkor ez így működhet. Igen, ez együtt így jó szokott lenni, és hát látjuk ilyenkor azt, hogy mondjuk a beteg, aki mondjuk a sarokfájdalma miatt nem tudott gyalogolni, nem tudott túrázni, nem tud rendesen menni, az előbb-utóbb ezt el tudja dobni, ezt az egész problémát. És hát ugye ilyenkor az is velejárója ennek az egésznek, hogy a sarokcsont, a sarok az egy rendszernek a része, tehát ott a térdek jönnek utána, a csípők jönnek utána, a derék jön utána. Minden mindennel összefügg, egy teljes rendszer vagyunk. Így van, ha a jobb oldal fáj, a bal oldalt fogom inkább terhelni, onnantól kezdve azok az izületek nem voltak ehhez hozzászokva, jobban fognak fájni, akkor már a derekamat is féloldalasan terhelem, tehát nagyon sok minden megy egyszerre tönkre, hogyha a sarokcsont fáj. És nagyon sok mindent javítunk meg, hogyha a sarokcsontot panaszmentessé tesszük. Azért szeretem, hogyha itt van velünk doktor úr, mert mindig, amikor egy olyan probléma merül föl, amire azt gondoljuk, hogy nincs megoldás, kiderül, hogy de mégis van megoldás. Úgyhogy a sarokcsont fájdalomra is van megoldás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik a dstv.hu-n, illetve Facebook oldalunkon. Kövessenek bennünket az Instagramon is. Viszontlátásra!